Mai nap ugye az egészségügyi számítástechnika, informatika mai zászlós hajójához érkeztünk, az EST-hez, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez. Puskás Zsoltot kérem szépen meg, hogy jöjjön ki, és mondja el azt, hogy hogyan is jött ez létre, és talán ha pár szót mondaná arra is, hogy mi a tovább lépésnek a következő lépései. Parancsolja Zsolt, átadom a mikrofont. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Talán én vagyok itt most a legfiatalabb előadó, sőt, talán biztos. De abban a jó helyzetben vagyok, hogy nagyon sokakkal az elmúlt 30 évben találkoztam, sőt, hát még előtte is, tehát ugye 88-tól 93-ig a Műegyetem műszertanszékére jártam, ott végeztem, és utána 93-96 között KFKI, MSKI-ban voltam doktorandusz, majd onnan igazoltam át 96-97-ben az egészségügyi informatikában, és azóta foglalkozom egészségügyi informatikával, hol főállásban, idézőjel, hol pedig kicsit oldalról nézve az egészet, és civilként volt civil foglalkozásom is, én egy informatikai tanácsadó és egy cég informatikai igazgatója voltam 10x évig, de hát ez alatt sem távolodtam az egész informatikától, és amikor megkaptam ezt a felkérést, akkor egyfelől hát nagyon megtisztelő volt. Másrésztről pedig, amikor láttam a műsorrendet, akkor azon gondolkoztam, hogy ebből baj lesz, mert mindig azt szoktam mondani, hogy ha 2 órát kell beszélni az EST-ről, azt ingyen vállalom, de a 15 perc az nagyon sokba fog kerülni. Ugye a másik, ami most eszembe jutott, hogy András az elején azzal nyitott, hogy szemüveget föl, mert ugye az idő az ugye már csak a szépre emlékszünk és megszépíti, azért az EST az most a napjainkról szól. És nem ígérem, hogy csak szépeket fogok mondani, azokat nem biztos, hogy fölírtam a szlájdra, de nem biztos, hogy csak szépeket fogok mondani. És a címet is egy kicsit megváltoztattam, mert bár ugye az volt, hogy az egészséginformatika zászlós hajója, mi, akik itt most már több mint egy évtizede foglalkozunk az EST-vel, sokkal inkább az autópálya hasonlatot használjuk. Tehát az EST az sokkal inkább egy autópálya, amit létrehoztunk. Most már ráengedünk járműveket is, és mint a végén majd fogjuk látni, most már arról kell beszélnünk, hogy na ezekben a járművekben mit pakolunk föl. Tehát amikor arról beszélünk, hogy elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, akkor úgy az animációk, ezek csodák. Ugye ma mindenki azt gondolja, hogy tudja, hogy mi az az EST, azt gondolom, hogy Magyarországon azért nagyjából az állampolgárok 100%-a csak kapcsolatba került vele. Ez azért merem bátran állítani, mert tavaly megvizsgáltuk, 9,6 millió tajszám volt regisztrálva már az EST-ben. Tessék? Taj, igen, bocsánat, igen, így van. Taj volt regisztrálva az EST-ben, tehát gyakorlatilag a teljes magyar lakosság kapcsolatba került. Ugye azt mondja, hogy az EST-t attól függ, hogy kinézi különböző szempontokból, van akinek informatikus szemmel, virtuális gépek halmaza, technológia, más nézetből 170 ezer ágazati dolgozó, 10 millió állampolgár, több száz kapcsolódó rendszer. Egyen megint más nézetből egészségügyi adatok, nagy mennyiségű személyes adat kezelése, ágazatirányítási információ. Gyakorlatilag mindenkinek igaza van. És ahhoz, hogy egy kicsit lássuk, hogy miről is szólt az EST, és hogy jutottunk el az EST-hez, arra gondoltam, hogy egy kis történelmi áttekintés, ha már egy történelmi, egy informatika történelmi fórumról van szó, szóval egy kis történelmi áttekintést. Még egyet hadd tegyek hozzá, ez nem egy, tehát ha teljes történelmet akarnék fölrajzolni, akkor az egész délután elbeszélhetném. Nyilván nem ez a cél, és ezért lehet, hogy néha szubjektív leszek, lehet, hogy néha pontatlan, de akkor majd kérem, hogy javítsatok ki. Ha az EST sztori felől nézem, akkor azt gondolom, hogy az első pont, amit fel kell említeni ebben a magyar egészséginformatika történetében, 93 az elektronikus fekvőbeteg jelentés megjelenése. Miért? Mert nekem ez a történet, ez az egész sztori, ahol most tartunk, ez az interoperabilitásról szól, és az interoperabilitás története egy kicsit számomra ez az egész történet.
következő ilyen nagy pont, amit én már átéltem, és ami ahhoz igazából nekem az egészséginformatikai történetem kezdődött, az 97-2000, tehát 2002 talán, mert volt egy folytatása is, a KTI program, ez az első világbanki program. Az a KTI, ez a kórházvezetés támogató információs rendszer fejlesztési program, ami azért tartom fontosnak, mert itt jelent meg először az, hogy az önálló rendszereket próbáljuk meg vagy összehangoltan működtetni egy egészségügyi intézményben, nem csak egészségügyi szakmai rendszer van, nem csak ilyen rendszer van, a gazdasági rendszer, az egészségügyi rendszer, a szakmai rendszereknek együtt kell működni. És a KTI programban, Balkányi László és csapat által vezetett KTI programban fogalmazták meg először, hogy igenis szükség van szabványokra, hogy szükség van szabványos megközelítésekre, és próbáltak valamiféle szabványos gondolkodást kikényszeríteni a program résztvevőiből. Következő felvonás, amit én azt gondolom, hogy az EST múlt történetében meg kell említeni, szintén a Balkányi László és Gyuri Surtyán doktor nevéhez kötődik, vagy ez, én emlékeimben hozzájuk erősen, ez az e-egészségprogram, az IKIR és az IKIR sztori. Az e-egészségprogram az ugye 2003-2005-2006 között futott, és amit ebből kiemelnék, az az IKIR volt. Ugye ez intézményközi kommunikációs rendszer, közi informatikai rendszer, ennek már megfogalmazott célja az volt, hogy három résztvevő régiós rendszerek között is legyen már országos kommunikáció. Ez a rendszer, ez elhalt, zsákutca lett, és igazából annak ellenére, hogy zsákutca lett, ez számunkra nagyon fontos, a tekintetben, hogy nagyon sokat tanultunk belőle, és amikor az EST tervezése megkezdődött, akkor igenis tudtunk ebből profitálni. Néhány olyan dolgot le kellett szögezni, ami az IKIR-ben nagy hiba volt. Egy, megfelelő technológiát kell választani, kettő, kormányzati kodifikációs háttér nélkül nem fog menni. Tehát az IKIR az próbálta, és az egészségprogramban a három projektet próbálták egymás felé terelgetni, hogy csináljatok egy közös kommunikációs rendszert. Ez így nem fog menni, akkor működik, hogyha emögött egy központi akarat áll, és egy központi akarat fogja létrehozni ezt az informatikai rendszert. És így jutottunk el 2010-11 környékére, ahol 11-ben megkezdődött az akkori vezetés részéről megjelent a szándék, ugye Szócska Miklós és volt akkor államtitkár voltán Miklós. Igen, államtitkár részéről, és ugye Surján György volt akkor a Meski Medinfo, a nevezéktan az folyamatosan változott a vezetője. És gyakorlatilag az ő vezetésük és ő iniciálásukra elindult akkori futó operatív programoknak egyfajta összeterelése, hogy na akkor ezek az operatív programok csináljanak valami olyat, amik együttműködnek, amik koherensek, valami, hogy hasznosan költsük el ezt a pénzt. És ekkor indult el 2012-től az EST fejlesztése, aminek az eredményeképpen 2017. november 1-én élesben elindult rendszer. Ez már azt gondolom, hogy napjaink, tehát ezt már mindenki átélte. A rendszer elindult, le is térdelt, utána egy hétig itten elég komoly fennforgások voltak, de utána aztán újra indult, ugye az e-recepttel indult az EST, és hát ilyet még senki nem indított korábban. Lefejlesztették, elindították, aztán mindjárt be is dugult. Oké, már durván két hétig akkor ottan csúcsra volt járatva az összes informatikus és az összes szállító, de gyakorlatilag két hét utána fölállt és elindult. És azt mondhatom, hogy azóta komolyabb zökkenő nélkül működik ez az informatikai infrastruktúra. Amit pedig szeretnék kiemelni a tervezéssel kapcsolatban az, hogy az a két hét az alatt nem kellett új hardvert, új szoftvert, új erőforrást bevinni a rendszerbe. Összesen csak annyit kellett, hogy be kellett konfigurálni és finom hangolni kellett. Volt egy csomó olyan tapasztalatlanság, tudatlanság, amire senki nem számított. Lehet, hogy lehetett volna számítani, de akkor sem számítottak rá.
Viszont, és ezt büszkén mondhatom, hogy a tervezés annyira jó volt, hogy utána gyakorlatilag ugyanazon az infrastruktúrán, ugyanazon a teljes kapacitásokon indult el, és futott mind a mai napig az EST. Nyilván idővel a kapacitás, tárkapacitás bővítés az szükséges volt, illetve hogy a környezetek is nőttek, szükség volt. Az EST sztori az 2021-27 között zajlott gyakorlatilag. 11-ben létrejött az alfa, béta, gamma munkacsoport, ami három előkészítő munkacsoport volt, amiknek a célja rendre az volt, hogy az intézményi, az egészségügyben használt adatcserék, adatformátumoknak a felmérése. A béta volt emlékeim szerint az intézményi rendszerek, és talán volt egy volt a gamma, aki pedig az e-recepttel foglalkozott. Tehát három előkészítő munkacsoport, mi az alfában vettünk részt kollégáimmal. 2012. januárjában pedig elkezdődött a TIOP 231-232 operatív programoknak az újratervezése és megtervezése. Akkor már Szocska Miklós államtitkár úr erősen vezényelte ezt a folyamatot, és azt mondta, hogy szüksége lenne egy olyan rendszerre, amiből egyrészt adatot kap, mert a NEAC-tól éppen akkor nem kapott adatot, az ANTS-től nem kapott megfelelő adatot, tehát egyrészt kap adatot, másrészt pedig, amivel végre megvalósítjuk azt, hogy össze tudjuk kapcsolni a kórházi rendszereket és az intézményi rendszerekben megindul az adatáramlás. Nos, ez volt a feladat, és ehhez kellett az akkor már előkészített EU-s projekteket egy kicsit átalakítani, újra gondolni, átértelmezni, és ennek kapcsán a TIOP 231-2, hát és a TIOP 232 projektek újraértelmezésével és új kis eltérítéssel és új tartalma való megtöltésével létrejött az EST-nek a két projektje, ami 2013-14-től egy közös néven futott, egymás föl aláírtuk, összeadtuk, és akkor a 231-232-ből kijött a 463. Tehát gyakorlatilag ez lett a fedőneve, tehát a TIOP 463-as projekt, ha véletlenül valaki itt találkozik vele, ez nem más, mint ennek a két projektnek a összenövesztése, és így ezzel a fedőnévvel futott az EST fejlesztés. 2014 azért volt jelentős, mert akkor történt meg a platform döntés. Platform döntés az gyakorlatilag arról szólt, egy olyan döntés, hogy open source vagy nem open source irányba menjen a történet. Ez most nem open source irány, egy Oracle alap került kiválasztásra, és ez mind a mai napig meghatározza az EST infrastruktúráját. Utána ment a beszerzés, implementáció, és 2015. december 31-éig ez a projekt le kellett, hogy záródjon, mivel hogy ez egy EU-s finanszírozási projekt volt, finanszírozási korlátok voltak, és a projektet le kellett zárni. 16-ban egyrészt volt egy kis levegővétel, hogy na, akkor sikerült lezártuk a projektet, másrészt pedig, hogy el kell indítani, és elkezdett fenyegetni a fenntartás és az indikátorok teljesítésének a réme, ami azt jelentette, hogy bizony az, hogy megkaptuk ezt a pénzt, még a visszafizetési kötelezettség ott lebegett fejünk fölött, hogyha nem teljesítjük az EU-s indikátorokat. Ennek kapcsán megjelentek a rendszerben olyan jogszabályi határidők, amik szükségessé váltak az EU-s indikátorok teljesítéséhez, és így került be a rendszerbe a 2017. november 1-i határidő. Ez volt az az utolsó pillanat, amikor még el lehetett indítani úgy a rendszert, hogy adott jó előkészítettséggel az EU-s indikátorok teljesíthetők legyenek, hogy megfelelő tranzakció darabszámú megfelelő határidőig meg tud történjen. Ez akkor már benne volt a rendszerbe, tehát kodifikálva volt, de hát akkor vége felé kezdett szorítani egy kicsit a cipő. És gyakorlatilag 2016 év végére megtörtént az első integráció az EST-n keresztül, amiben a Metszol és emlékszem szerint az X-Doki vett részt. Tehát a kardiológiai intézetben volt körülbelül karácsony előtti héten egy bemutató az államtitkárnak, illetve még egyéb politikusoknak, amiben szóval egyik sarkában egy Metszol példány futott, a másik sarkában egy X-Doki, egy háziorvosi rendszer példány futott, és bizony, amit az egyik oldalon fölírtak egy vényt, a másik oldalon látta az orvos, illetve az egyik oldalon fölírtak egy dokumentumot, akkor azt a másik oldalon a háziorvos el tudta olvasni. Na, ez volt egy olyan áttörés, amikor az akkori politikai vezetés számára nyilvánvalóan vált, hogy azért ez még működhet is.
Ezt azért mondom, mert kicsit keserűséggel lehetett tapasztalni, hogy egészen 2016 nyaráig, 2017 nyaráig még az ugyanazon a szinten dolgozó, más EU-s projekteken dolgozó kollégák is úgy viszonyultak az EST projekthez, hogy hát ez úgyse fog elindulni. Ez ebből soha nem lesz semmi. Én most 5 év távlatából azt mondjuk, hogy milyen elindult, az övékből nem lesz semmi, de ez már csak a rossz májúság. 2017. augusztusában egy újabb traumát okoztunk az országnak azzal, hogy elkezdtük az orvosok és a rendszerek tömeges csatlakoztatását. Ugye akkorra már egyértelművé vált, hogy a sztori mögé beállt a BM. 2017 év elején egy kis technológiai csavart tettek a projektben. Az eddigi kétfaktoros azonosítást, amit terveztünk, egy token alapú kétfaktoros azonosítást, BM közölte, hogy nem, e-személyi lesz. Akkor tartottak 100 000 darab kiosztott e-személyinél. Ennek az eredménye az volt, hogy gyakorlatilag augusztus végére az ágazat 80 000 e-személyi olvasót beszerzett. Bekényszerítettünk 30 000 orvost a kormányhivatalokba és kormányablakokba, hogy igenis legyen mindenkinek új e-személye. És még ezen kívül durván 10-12 000 gyógyszerészt. A jó az, hogy a harmadik oldalon tartok. Gyógyszerészt, és gyakorlatilag a tömeges csatlakozást egészen november első napjaig végig tudtuk vinni. Végigpörgetem. Nincs idő. Sikersztori. A siker, akkor végére elmegyek, jó? Az most nem fogok beszélni az EST-t, gondolom kiadjátok a prezentációt. Nagyon jó. Akkor ezt mindenki végig tudja nézni, hogy mi az EST. Gyakorlatilag egy-két üzenet. Az EST az együttműködésről szól, a különböző rendszerek és különböző szereplők együttműködéséről, és ezt nem kéne elfelejteni. Van egy szekció az EST első 5 évéről, azt gondolom, hogy az első 2 év a felfutási időszaka volt, ez egy tanulási görbe, amit majd mindenki kielemez magának, hogy hogyan nőtt a sikeres beküldések száma a különböző területeken, illetve hogy hogyan alakult az első években a hibás beküldések száma. Gyakorlatilag jellemző, hogy a e-receptnél nagyon gyorsan bekövetkezett a tanulás, a dokumentumoknál egy kicsit lassabban, és az ellátási eseményeknél még viszonylag sokáig nagy volt a káosz. Ami fontos, hogy az EST bevezetésével új adatok is jöttek létre, amik korábban nem voltak elérhetők. Egyik legmarkánsabb példa az EST-ből kinyerhető. A felírt receptek, felírt, de ki nem váltott receptek, eddig erre nem volt információ. Felírt, de ki nem váltott receptek, az EST-ben ez elérhető, és erre csináltunk is 2019-ben egy kis elemzést, ez az adherencia vizsgálat, hogy hány százalék a ki nem váltott vények arány, és sőt az egyes területeken. 2020-2021 a Covid időszaka volt, ami egyfelől egy proof of conceptként működött az EST tekintetében, bizonyította, hogy ez működik, és egy nagyon komoly tudati változás is létrehozott, ami korábban a felhőbe épült a köztudatba, az Covid alatt a felhő használata elvárássá vált. Már az ágazati szereplőktől is, tehát az állampolgár elkezdte elvárni, hogy használják, és hogy az EST-t használják a játékosok. Két dolog, amit kiemeltem, az egyik az a kiugró csúcs, az 2020 március 15 és március vége között, amikor a kézifékhúzás volt, a lezárás volt a Covid miatt, akkor gyakorlatilag duplájára emelkedett a napi vénykiváltások száma, és a rendszer ezt úgy elviselte, hogy ezt senki nem vette észre, tehát ez egyfajta egy ilyen technológiai információ. Alul pedig az látszik, hogy a kék vonal a 19, a piros vonal a 2020-as évben az e-recept kiváltások aránya, e-recept felírások aránya, gyakorlatilag 19-ig 75-80%-on ment az e-recept, 2020 áprilisára 15 nap alatt gyakorlatilag elértük a 90-92%-ot, és az meg is maradt, tehát Covid után is megmaradt. Gyorsan megtanulták azok az orvosok, akik korábban csak papírt írtak. Covid után meg is maradt, és már a 99%-á vált. Tehát most ez csak 19-es adat. Nem akarok az EST ökoszisztémáról beszélni, egyetlen egy font, nem, tényleg nem fogok róla. Ami viszont fontos, hogy a 2022 utáni időszakot azt mondjam, hogy a post-Covid.
Az irányítási környezet megváltozott, ugye az MIBM átalakulás, illetve az ESFK átalakulása, és létrejötte, egy új helyzetet teremtett az EST vezetése és irányítása tekintetéből. Nagyon nagy hangsúlyt kaptak a központi alkalmazások, és háttérbe szorult az EST alapfunkcióinak fejlesztése. Itt ez a klasszikus két birodalmi jelentés, amit nagyon sokan ismerhettek, láttak mostanában sok prezentációban. Pedig egy rövid összefoglaló, igazából öt nagy pontot emeltem ki. Megvalósult a technikai interoperabilitás az EST létrejöttével. Egy működő ágazati termelői fogyasztó viszonyok jöttek létre. Az alapellátásban 95%-a ott terem a gyógyszervényeknek, és a gyógyszertárakban váltják ki, illetve a szakellátásban terem az új információ, és az alapellátásban olvassák. Csak egy érdekesség, szerintetek a EST-be bekerülő dokumentumok hány százalékát olvassák el? 2019-ről beszélünk, és most már 2023-ban. 2019-ben megmértük, a bekerülő dokumentumok 40%-át elolvasták, ami nagyon-nagyon durván magas, és ezt azt is megmértük, hogy ezek a szakellátásban keletkezett dokumentumok voltak, és az alapellátás olvasta. Megyünk? Oké, mindenki elolvassa. Amit nagyon fontosnak ez, és egy utolsó mondatot akkor engedjetek meg, hogy az EST az egy sikersztori, nemzetközi értelemben is, tehát azért 2011-12-ben kezdődött, 2017-ben indult élesbe, 2023-at írunk, és gyakorlatilag ma az összes egészségügyi szolgáltató csatlakozott hozzá, jogszabályi keretei széles körben megalapozottak. Tehát az EST ilyen értelemben sikersztori. Viszont vannak nagyon nagy hiányok. Nincsenek meg a struktúrált adatok, nincs meg a képtovábbítás, és azt gondolom, hogy a mostani irányítási környezetben baromira figyelni kell arra, hogy az EST-nek igenis legyen valódi gazdája. Közép-hosszú távú stratégia kell. Az, ami a szocskai gondolat volt 2012-ben is elindult, azt a fajta hosszú távú gondolkodást ezt igazából ma is újra be kéne vezetni, mert az egyik napról a másikra való élés az gyakorlatilag egy ekkora országos rendszer esetében egy stagnálás hanyatlásba fog csapni, és nem akartam ilyen negatív mondattal befejezni ezt az egészet. Tehát azt gondolom, hogy nemzetközileg nagyon komoly az, amit elértünk, de nem szabad megállni.